A trófea mustra egy nagyon különleges pillanat egy vadászember életébe. Nehezen tesz különbséget az öröm és az irítség érzése között, mert hogy végig sétál és megnézi ezeket a trófeákat, akkor először úgy beleharap a szája szélébe, hogy ú, de nagyon jó lehetett ennek a vadásznak, aki ezt elejtette, és csak másodikra jönnek elő azok a gondolatok, amik már méltatják a szakmai munkát, és méltatják az elejtőnek a profizmusát. És tekintettel arra, hogy egy mikrofonval beszélek, így az első gondolataimat nem fejteném ki bővebben, hanem a másodikra koncentrálnék, ami a méltatást jelenti. A vadgazdálkodásunknak az egyik legfontosabb eleme az, hogy hogyan és miként tudunk az erdők, a vadak királyával, a magyarországi vadgazdálkodás legékesebb csillagával, a gímszarvassal, és azon belül is a gímszarvas bikával gazdálkodni. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy nagy tettekre készülünk. 2021-ben Magyarország szeretné megrendezni, pontosabban fogalmazva Magyarország fogja megrendezni a vadászati világkiállítást, az 1971-es világkiállítás 50. évfordulójára, és bizony ez megkövetel tőlünk is nagyon sok felkészülési időt. A felkészülési időnek pedig az a lényege, hogy a magyar vadállomány minősége az valóban a világ színvonalú legyen, valóban a világ legjobbjai közé tartozzon. Ma az a helyzet, hogy a folklórba, a vadászati beszélgetésekben, a vadász szíveinkben ezt a világ elitbe helyezzük, ezt a vadászati vagy vadgazdálkodási minőséget, de valójában egy hosszú lemaradást kell bepótolnunk, valójában fel kell zárkozzunk újra arra a szintre, ami valóban alkalmassá tesz minket arra, hogy kimondjuk, ne csak szubjektíven, hanem objektíven is, hogy akár mondjuk a gímszarvas állományunk a világ legjobbjai közé sorolandó. Ezen belül kell gondolkodnunk, és ebben a koordinátorrendszerben kell elhelyeznünk a vadgazdálkodásunkat a következő évekre vonatkozóan is. Én nagyon örülök annak, egy gyors pillantást vetve itt a trófeákra és vezérigazgató úrral is beszélve, hogy a Bakony erdő felismerte a fontosságát annak, amit úgy tudnék plasztikusan bemutatni, hogy nem feltétlenül az a jó bika, ami jó nagy súlyt produkál, hanem itt azért nagyon sok összetevővel kell szembesülni a vadászat során, és az a jó bika, ami abba az irányba mutat, az itt található Bakonyerdőben található gímszarvas állomány, gímszarvas populáció vonatkozásában, hogy hova lehet tovább fejlődni. És ezt látjuk most ezeken a trófeákon is. Nem az volt az elsődleges szempont, hogy hát egy kicsit hunyunk szemet a kora fölött, mondjuk azt, hogy végül is benne van az üzemtervünkben középkorú vagy fiatalkorú bikák elejtése is, de hát olyan szép nagyot mutat, olyan hatalmas, láthatóan 10 kiló fölötti súlya lesz, jól fizet a vendég, jól jön a bevétel, lövessük meg vele. Hanem azt látjuk, hogy igenis előtérbe került, újra előtérbe került az a vadgazdálkodási metódus, ami nagyon nagy hangsúlyt fektet a selejtezésre, és arra, hogy hogyan lehet korosítani az állományt, hogyan lehet minél idősebb, minél nagyobb súlyt mutató bikákat megkímélni, és az ő erre a gerincre, erre építeni az egész gímszarvas állományt a Bakonyerdőnél. És nagyon örülök annak, hogy ez a tájegységi vadgazdálkodási szemléletben is megmutatkozik. Nagyon fontos volt, hogy ne csak egyes üzemi területekről, ne csak egyes vadásztársasági területekről beszéljünk, mert a gímszarvas nem ismeri ezeknek a területeknek a határát, hanem vándorol, hanem próbáljunk meg egy tájegységi szemléletbe gondolkodni. És talán amire utalt is itt a kormány biztos úr, hogy bizony ezek a tájegységi fővadászok aktívan beleszálltak a vadgazdálkodás fejlesztésébe, aktívan beleszálltak szakmai munkába, próbálják segíteni az egyes vadgazdálkodásra jogosultakat abban, hogy hogyan lehet minél szebb, minél jobb minőségű trófeákat, minél szebb, minél jobb gímszarvas állományt létrehozni itt a Bakonyban is. Én szeretném megköszönni mindenkinek azt a munkát, amivel részt vállalt ebben, a kísérőknek, vadászatra jogosultaknak, erdészetvezetőknek, erdészetigazgatóknak, az egyes vadgazdálkodóknak, hogy hajlandóak erre áldozni, hajlandóak erre hangsúlyt fektetni, hogy ne az adott pillanatban elérhető legnagyobb árbevétel lebegjen csak a szem előtt, hanem próbáljunk meg hosszú távra tervezni, hosszú távon gondolkodni. Szeretnék kitérni arra is, hogy egy nagyon fontos korszakot zárunk le,
most 2017-ben. 2014-ben a parlamenti ciklus elején sok vállalást tettünk, hogy milyen munkát szeretnénk elvégezni, melyek azok a feladatok, amelyeket a ciklus végére szeretnénk letudni. És örömmel jelenthetem önöknek, már nem újdonságként, mert most már hatályban van az új vadgazdálkodási törvény, hogy az 1996-ban íródott vadgazdálkodási törvény, és szintén ebben az évben íródott erdőgazdálkodási törvény is egy átfogó felülvizsgálaton esett át, egy átfogó módosításon ment keresztül, és az országgyűlés ebben a ciklusban ezeket a törvényeket elfogadta. 20 év után, több mint 20 év után kerültek megújításra ezek a törvények, amelyek alapvetően mindenhol és mindig az észszerű és hatékony természetvédelmi szempontokat kísérik figyelembe. Ez a zsinórmértéke mindkét törvénynek. De nagyon fontos és hangsúlyos, hogy az észszerű és hatékony természetvédelemről szólnak ezek a törvények. Arról szólnak, hogy amelyekről látjuk, hogy hasznos intézkedések, amelyek jók, azokat megtartjuk, és amelyekről látjuk, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményt, azokat nem tartjuk meg, és nem vegzáljuk tovább akár az erdőgazdálkodót, akár a vadgazdálkodót ezekkel a szabályokkal. Olyan átfogó reformja történt meg ezeknek a törvényeknek, amelyek hatására környező országok, de azt mondhatnám az Európai Unió messzebbi tagállamai is érdeklődve figyelték ezeket a törvényeket, kérték el a szó szerinti fordításukat, mert egy hatékony 21. századi vadgazdálkodás megteremtéséhez csak és kizárólag egy hatékony és 21. századi vadászati törvény adhat alapot. Azt a munkát szerettük volna elvégezni, és jelentem örömmel önöknek, hogy el is végeztük ezt a munkát, ami alkalmassá teszi a teljes joganyagot arra, hogy a 2021-es vadászati világkiállításra ne csak a vadgazdálkodók, hanem a törvények is készüljenek föl, és olyan törvények segítsék a vadászatra jogosultaknak a munkáját, ami lehetőséget biztosít arra, hogy erre a színvonalra, erre a világ elit színvonalra mi is újra fel tudjunk zárkózni. Én gratulálok mindenkinek itt a Bakonyban, aki ebbe a munkába részt vett, részt vállalt, és szeretném megköszönni mindenkinek még egyszer azt a munkát, amivel segítette ennek a célnak a beteljesülését. Külön köszönöm a Bakonyerdőnek, hogy mindig ilyen nagy hangsúlyt fordít itt a Sárosfői Vadászház udvarán a trófea mustrára. Azt hiszem, hogy egy nagyon minőségi mustráról beszélhetünk, ahol tényleg mindannyian örömünket lejjük abban a környezetben, a kialakításban, az egész elrendezésében, egy méltó környezetben köszönhetjük ezeket a szarvasbikákat, Magyarország legszebb és legértékesebb vadállományát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.